Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy lelki társ, szerelmi jóslás. Én biztos vagyok abban, hogy mindenkinek van egy lelki társa vagy lelki társnője. Csak meg kell találni. Fontos ez a kapcsolat, fontos az is, hogy ebben bízzunk. Ez a jóslás pontosan erről számol be. Én kivetem a nagy kártyát, de itt csak a nőies és a férfias energiát, azon kívül a szerelmet tekintjük meg. Mielőtt elkezdenék erről beszámolni, még mondanék valamit, ami az asztrológiát illeti, mégpedig az indiai számítás szerint, ami egy nagyon-nagyon precíz számítás. Mars bolygó jelenti a férfiakat, Vénusz bolygó pedig ránk hölgyekre utal. Mi a kapcsolat Mars és Vénusz között? Mars bolygó az indiai számítás szerint az ikrek jegyében van, a levegő elemében. Vénusz bolygó pedig a kos jegyében, a tűz elemében. A levegő eleme és a tűz eleme között van egy baráti kapcsolat. Tehát jó a kapcsolat, hiszen megvan az egyhang. Mars bolygó 10 fokon van, Rahu pedig 11 fokon a kos jegyében, Kétu pedig 11 fokon a mérleg jegyében. Tehát itt ez a két kármikus csomó, Rahu és Kétu kihat a férfiakra. A kapcsolat jó, hiszen Rahuval van egy szextil aspektus, Kétuval pedig egy trigón aspektus, mind a kettő kellemes, előnyös. Itt a Kétu energiánál a múltról van szó, mindarról, amit ő átélt a korábbi életében. Kihat az érzelmekre is. Rahu pedig utal egy új irányra és változásokra, ott is megvan a jó kapcsolat. Az annyit jelent, hogy a férfiaknál most vannak kármikus témák, megvannak az emlékek, mindez kihat az érzelmekre, és megvan a bátorság, a lelkesedés egy új irányba tekinteni. Vénusz bolygó a kos jegyében van, és van egy jó hatás Jupiter bolygótól, ami szerencsét hoz, adja a lehetőségeket. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, és az a férfi itt látható. A férfi feje fölött nincs kártya. Az jelentené az ő gondolatait, de nem beszél nyíltan tervekről, hiszen olyan zárkózott. A háta mögött megjelenik a horgony, az jelenti a munkát, a hivatást. Itt vannak hamisságok, problémák, nehézségek. Ő nem beszél erről, hanem megpróbál eltekinteni az eseményektől. Aminek ő még hátat fordít, ez a szív és a nyilvánosság. Tehát nem beszél nyíltan szerelemről vagy érzelmekről. De szerencsére a szív alatt megjelenik a gólya, az jelenti a változásokat, tehát hamarosan, egy-két héten belül megváltozik a helyzet. Itt van a szerencse, a nyilvánosság, itt, ennél a kártyánál szintén a nyilvánosságot látjuk, hogy találkoztok, vagy felvállal téged a nyilvánosságot. Jelen pillanatban még eltekint ezektől a dolgoktól. Ahova odafigyel, az itt látható előtte a ház, az jelentheti az otthonát, a környezetét, vagy a családot. Itt lesz szerencse számára, hiszen itt van a csillagkép, és látható a mozgás. Valamit szeretne megváltoztatni a környezetében, vagy ki akar építeni valamit.
Ez a mozgás mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, utazás, változások. Ez a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, de lehet egy nő is. Mivel itt megjelenik a ház, az lehet a volt társnője, vagy valaki a családból, ez lehet az anyukája is. De ő lezárja ezt a kapcsolatot, hiszen a kígyó mellett vannak az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják ezt a nőt. Az egerek eltávolítják a korlátozásokat is. Ő bízik ebben, de nem beszél nyíltan ezekről a dolgokról, nem beszél a terveiről. Itt a hátad mögött megjelenik a levél. Te eltekintesz ettől, hiszen nincs kedved ahhoz, hogy újra te jelentkezz nála, hanem megvannak az elvárások, és vársz arra, hogy ő jelentkezzen nálad. Itt a fejed fölött a lilium virág utal az ártatlanságodra, vagy a tiszta gondolatokra is. Ha töprengsz e felett a nő felett, akkor az nem tesz jót neked, hiszen fogva érzed magadat a toronyba, tehát távolítsd el ezeket a gondolatokat, ahogy az egerek ezt mutatják. Hiszen nincs értelme. Látható, hogy ez a levél, ez a hír tőle útban van hozzád. Itt van ez a mozgás, itt a kereszt jelenti a sors utatokat, hogy a sors utatok újra kereszteződik, tisztázódik valami, és a virágcsokor jelentett egy ajándékot, egy kellemes meglepetést, de a te szépségedet és nőiességedet is. Miután megkaptad ezt a levelet, lesznek változások, hiszen előtted az utak jelenthetnek egy döntést, egy új irányt. Itt előtted a kutya jelenti a baráti kört, a barátságokat, és ez a koporsó vagy azt jelenti, hogy egy régi barátság visszatér hozzád, vagy azt is jelentheti, hogy bizonyos kapcsolatokat szeretnél lezárni, vagy az is lehet, hogy eddig mind olyan csendes volt, ez a barát vagy barátnő nem jelentkezett nálad hosszabb ideig, de itt a kasza elvágja ezt a helyzetet, és lesz itt egy meglepetés, olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, és lesz egy hír, valaki visszatér hozzád a múltból, egy barát vagy egy barátnő. És ami őt illeti, ő fogja majd itt irányítani az eseményeket, lesz közeledés, lesznek változások itt a szerelmi élet területén, légy magabiztos, a gyermek utal egy új kezdetre, és a hajó jelenti a reményt, itt van a szerencse, a nyilvánosság, és a madarak jelentik a tavaszt, a könnyűséget és a kommunikációt. Ő keresni fogja veled a kapcsolatot. Jelenleg nem érzi jól magát, hiszen látható itt, hogy problémái vannak a munkát illetően. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.